34 fokot mutat a hőmérő árnyékban. A kánikulára való tekintettel az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, mely csütörtök éjfélig van hatályban. A szekszárdi városvezetés ezért vízautomatákat telepített a Garai térre. A tavalyi adatokat figyelembe véve egy nap alatt közel 100 liter víz fogy el az adagolóból. Varga András, Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának osztályvezetője úgy nyilatkozott. A város hűsítő kezdeményezésen belül kérték a zöld felület karbantartó és köztisztasági csoport munkatársait, hogy az utcák és közterületek locsolását gyakrabban végezzék, valamint kiemelt figyelmet fordítsanak a hajléktalanokról történő gondoskodásra. Évek óta működik már, hogy itt a Garai téren automatából vizet osztunk a lakosságnak, ez a mai nappal megkezdődött. Ugyanígy 3 darab párakaput helyezünk ki a város különböző közterületein. Az Erőv ZRT munkatársainak a segítségével történik ezeknek a kihelyezése és üzembehelyezése. Ez a mai nap meg fog történni szintén. A kánikula megérkeztével mindenkinek fokozottan oda kell figyelnie a folyadék utánpótlásra, időseknek és fiataloknak egyaránt. A város területén van 9 úgynevezett ivókút, amit bárki bármikor nyugodtan használhat, ezek természetesen működnek. Ugye van a Garai téren, a Béla téren, mint belvárosi jellegű, a játszótereken, ugye az új a Generációk parkja, ami tavaly lett átadva a Generációk parkja, ott is található, illetve lent az Energia parkban is van 2, illetve még hogyha tovább megyünk, akkor talán sokak által használt útvonal a buszpálya udvarhoz, akkor a Babits Mihály művelődési ház környékén is található egy ilyen ivókút. Ha valaki bezárt autóban gyermeket vagy kisállatot lát őrizetlenül, a rendőrségen tehet bejelentést.